Mi nagyon örülünk annak, hogy a nyári táboraink azok nagyon sok kárpátaljai, illetve ukrajnai gyermeknek is lehetőséget biztosítottak arra, hogy kikapcsolódjanak, jól érezzék magukat. Azt tudjuk mondani, hogy majdnem 1500 kárpátaljai magyar nemzetiségű gyermek volt itt hétről hétre. Ugyanakkor az utolsó hét, most augusztus utolsó hete, az azoknak a gyermekeknek szól, akik valamilyen formában közvetlen érintettjei a háborúnak. És most ukrán gyerekek, ukrán nemzetiségű gyerekek érkeztek ide, zömmel Kárpátaljáról, de Kárpátaljáról is olyanok, akik oda menekültek, vagy adott esetben a háborúban valamilyen érintettsége van a családnak, és ezek a tizenéves fiúk, lányok, akik most itt vannak, reméljük, hogy egy olyan hetet tölthetnek el itt, ami feletteti velük mindazt, ami otthon körülveszi őket. Nyilván a Rákóczi Szövetség is, ahogy nagyon sok mindenki más is Magyarországon a háború kitörésének a pillanatától kezdve megpróbált segíteni. Köszönhetően annak, hogy a Rákóczi tábor, ez a komplexum nagyon közel van a határhoz, az ukrán határhoz, kárpátaljai határhoz. Ez adott egy különlegességet a mi helyzetünknek, hiszen a háború kitörésének az első pillanatától kezdve mi ezt a helyet igyekeztünk felajánlani a bajba jutott embereknek. És hát meg is találtak bennünket nagyon korán, hiszen március közepén tavaly megérkezett ide 100 olyan édesanya Kelet-Ukrajnából a kisgyermekével, akiknek a férjei a katasztrófavédelemben dolgoztak, és menekülniük kellett. Egy útlevéllel a kezükben érkeztek ide, utána 3 hónapot itt eltöltöttek, és mi nagyon örültünk annak, hogy mindenki úgy tudott innét távozni tavaly május végén, június elején, hogy munkához jutott. Közülük nagyon sokan még itt dolgoznak a városban, Sátorajóhelyen, és sokan közülük itt maradtak az országban. De aztán a későbbi időszakban is nagyon sok kárpátai magyar, illetve ukrán embernek tudott ez a tábor lehetőséget teremteni. A tavalyi nyárunk is nagyon sok kárpátai embert fogadott. Itt volt első alkalommal tavaly a kárpátaljai néptánctábor, de voltak itt tavaly is háborúban érintett ukrán gyerekek augusztus végén. Aztán tavaly advent idején, karácsony előtt herszoni fiatalokat fogadhattunk itt. Az idei év elején, januárban, illetve februárban 1300 gyermek jöhetett ide téli táboroztatás keretében Kárpátaljáról, abban az időszakban, amikor Kárpátalját az áramszünetek jellemezték sajnálatos módon. És hát azóta is, most már ugye itt az elmúlt nyarat is értékelni tudjuk, ami azt jelenti, hogy 30 nagy tábora zajlott a Rákóczi Szövetségnek, ahová 32 országból több mint 13 000 diák érkezhetett, és ebben a 13 000 diákban volt 1500 olyan, aki kárpátaljai magyar diák volt. Minden héten voltak itt kárpátaljai kisebb-nagyobb diákok, most pedig itt vannak azok az ukrán nemzetiségű diákok is, akiknek szintén fontosnak tartjuk azt, hogy segíteni tudjunk.